Üdvözlök mindenkit, én Kaktusz vagyok, és ez itt a Hexit sorozatunknak a következő része lesz. Szóval, hát akkor innen folytatjuk így a Hexitet. Itt hagytuk abba ennél a... Mi is ez? Hát, egy... Nem tudom, egy valami vár, vagy börtön, valami vagy... óriási erőd, vagy én nem is tudom, de elég brutális volt az a lényeg. Viszont olyan sok cuccunk, igen, hogy lehet haza kéne menni. És akkor Magic Mirror, vagy nem tudom, ez elvileg a spamra dob. Mindjárt kiderül. De most az a kérdés, hogy csak téged is, vagy csak engem? Hát csak téged, de hát rátépőzök, hát nem tudom. Hát ezt valahogy le kell rakni, mert jobb klikkelni nem tudok. Azt elvileg úgy kell, hogy hosszan kell tartani. Hosszan kell tartani a jobb klikkel. Ja, azt csinálom, de... Na ne, próbáld meg te. De nekem nem működik. Megpróbálom én. Kidobtam. Csak mert ez, hát a Terráriával legalábbis ez a spamra dob minket. Mint oda kéne, hogy dobjon minket. Aha, ez valami más Magic Mirror. Mert ez... Szerintem azért... Azt hiszem, ha jól tudom... Ez egy kicsit... Nem tudom. Szerintem ez valami más, mert az a Magic Mirror, ami nekünk otthon van, az működik. Fogalmam nincsen. Mindegy, akkor szerintem manuális módon kell, hogy hazamenjünk, ami amúgy... Nincs annyira messze. Igazából nem jöttünk sokat egyáltalán. Hát figyelj, hát ha használom az Electric Staffot, akkor aránylag gyorsan hazajutok, szóval. Ez majd rátépézek. Majd rátépézek aztán. Ja. Amúgy addig te szerintem mehetnél tovább? Tovább? Hát mit tudom én, menj előrébb, és akkor ott így fel tudsz fedezni dolgokat. Én pedig addig visszajövök, és majd hogyha hazaértem, akkor rám tépézel. Én meg addig itt nézem a hexikál virágokat, hogy vannak-e, mert... A számunkra mindenképp nagyon-nagyon jól jönne. Ja. Oké, akkor keresgélek itt hexikál virágokat, meg itt járkálok aztán. Igen, ez jó lenne. Ó, találtam is egyet. Na, király. Igen, már is. Nekem nagyon megy ez a hexikál. Várj, akkor mennyi hexikál eszenszünk van összesen? Nem tudom, hogy odaadtam-e neked, vagy... Ja nem, itt van nálam kettő. Kettő? Most ezt, meg ezt kiszedjük, az... Vagy what? Hát nem tudom, én úgy emlékszem, hogy több volt nekünk, de... És megnézem backpackjeinket. Várjál, én is megnézem. Ja nem, várjál, itt ez van három. Ja nem, öt. Na igen, ez már realisztikusabb szám, az még egy plusz hexikál gyémánt. Akkor ez a kettő, ez az... Egy darab hexikál virág dobhat kettőt, csak már így megnéztem, hirtem mennyi van az inventory-ba aztán. Hát, nem hiszem, azt hiszem nem dobhat kettőt. Viszont nem nagyon akarja betölteni a pályát, vagy nem tudom. Akkor... What? Mi az? Ott egy jégtorony. Jégtorony? Jégtorony. Várjál, megnézem. Hát nem tudom, hogyha valami komolyabb, akkor majd inkább ketten térünk vissza, mert... Hát... Jó. Az előző dungeonből kiindulva, ahol mi voltunk, az nem volt túl szerencsés, hogy oda így be... Itt csak így... Hát bementünk. Itt igen, nézzük csak itt. Mindjárt megnézem az első szintet, mert... Jó, itt egy kanyon is, nagyon jó. Megnézem az első szintet, hogy mennyire nehéz. Beütök. Egyelőre viszont, hát már itt vagyok ennél a dzsungeles területnél, viszont mindjárt otthon vagyunk. Amúgy, szóval kicsit gyorsabban hazajutunk, mint gondoltam, mert... Azt hittem, hogy egy csomót mentünk előre, vagy csak nekem tűnt ez ilyen nagyon soknak. Nekem is. Mert ilyen gyorsan azajutottál, vagy... Hát már majdnem otthon vagyok. Igazából az a baj, hogy nem nagyon tölt be a map, mert gondolom két irányba megyünk most, és akkor így... Hát nem tudom, rosszabbul tölt be. Közben pedig találtam gyémántot. Nincs nálad ágy? Nincs, de... De nálam sincs, szóval igazából fölöslegesen kérdeztem meg. Ajaj, táposok! Jaj, jó, innen jaj! Azért nem kérjük meghalni, viszont ez nagyon jó, hogy találtam gyémántot, mivel ez... Van egy kis gond. Ezt elviszem, hallod, beleszaradtam a szakadékba. Akkor szerintem oda tépész vissza. Jó, az lesz. Mert várj, oda muszáj, hát nézd meg a koordinátákat és oda tépézz vissza, mert hát ez a hexikát. Jó. Vagy én is oda tudok tépézni. Vagy várj, te most otthon vagy, nem? De. Akkor szerintem gyors hazarepülő. Mert mindjárt 1431.80 és 896. Csak majd mindjárt otthon leszek én is. És akkor tudnék craftolni electric stuffot, és akkor 100%-ig, hogy vissza tudjuk szerezni azokat a cuccokat.
Már azok a cuccok nagyon kellenek. Jó, itt vagyok, csak... Na, nagyon helyes. Kicsit távolabb, meg nincs semmi cuccom, de nem baj, megpróbál. És éjszaka van. Igen, szóval lehet, megint meghalok. Ne is törődj velem, én is mindjárt tudok menni, amint hazajutottam. És már nagyon nincs messze az otthon. Csak a baj az, hogy kicsit rosszul tölt be a map. De szerencsé, hogy ez a Golden Feather, vagy mi az Isten, ez mindig... hát redukálja a fold. Nem is az, hogy redukálja, nincs fold image vele. Aha. Hát, nekem nincsen. Hát amúgy kettő volt, de valahogy eltűnt az előző részben az egyik. Viszont már itthon is vagyok. Jó, addig én itt lejövök a cuccomhoz, ami... Na, nagyon jó. Itthon vagyok, és most lerakom minden cuccomat, és utána megyek. Meg craftolok szerintem electric stuffot, mert van 20 electric essence-ünk, Jézusom. Ne, be akartam taxolni, nem? Jó, akkor újra. Akkor most szerintem gyors craftolok egy electric stuffot, és azzal. Jó, hát ott van, igazából semmi külön, csak ott egy kanyon alján. Hát az azért, hogy akkor oda berepülj vissza. Igen, ez kicsit cheatesen játszok, de hát ne is törődjetek vele. Hát nem baj, most TP. Ez így jó ez a játék, vagy nem tudom. Igen. Máskülönben örökké valóság tartaná. Jó, ahogy, creeper, ez a Magic Mirror, ez kicsit más, vagy nem más, nem tudom pontosan. Ez hogy kellett ezt craftolni, ezt a... Magic, nem tudom milyen stuffot, várjál, csak beírom ide. Electric stuff. Bakker, jó. Van egy kis probléma? Jajajajaj. Most beadoltam, mert nem recipe módban voltam. Lol, jó. Most már szedem fel a cuccokat, csak... Jó, aha, egy gyémánt is kell hozzá. Azért ez... Ez nem egy olcsó dolog, de mindegy. Akkor okay, megvan, megvagy? Ja. A legfontosabb megvan, ahogy hívják. Még nincs. Majd most lesz. Hexical Essence, és itt az Electric Stuff. Na most craftolok annyi Electric Stuffot, és majd be is enchantoljuk őket Unbreaking 3-asra, hogy nem fog soha elfogyni már. Jó. Oké, na, megvannak Hexical Essence-ek, legfontosabb dolgok. Nagyon jó. És amúgy rengeteg Hexical Essence. Van nálad 5? Itt még van? Nagyon okay, jó. Nagyon jó. Jó volt nálam egy. Kiderült. Hát nálam nem volt, szóval igazából ez így is úgy is offos lenne ez a téma. Ja. Jó, craftolok egy gyémántot, drágot magamnak, mert nincsen. Jó, itt találtam gyémántot, ezt kiszedem gyorsan. Azért jó jön még nekünk, igen, mert elég és rossz szettünk van. Ebből a Golden Featherből lehet elvileg, vagy... van egy ilyen bizonyos cipő, ez Cloud Boots. Úristen! 4 Golden Feather kell hozzá? Ja, hogy egy Golden Feather, az csak 8 arany. Ja, hogy ezt lehet craftolni, ezt a Golden Feather. Mi? 8-at mere? 8 arany. Aha, és egy tól. Itt egy izé. Itt egy bánya. Ilyen mineshaft, vagy mi. Hát az mondjuk az pont nem a Hexitbe jó, de... Ja, mindegy, akkor... itt a Magic Mirror, jó, minden megvan. Akkor aranyat kiszedem már, ha most így már mondtad. Igen, az úgy jó, csak nincs tollunk, de azt majd szerzünk majd később igazából. De ez így nagyon jó lesz. És akkor szerintem most egy ilyen enchantolást fogok tartani, csak először lerakom így a random cuccokat, amik nálam vannak. Mindjárt oda tépézek hozzád. Jó, itt most itthon vagyok, szóval tépészetsz, mert biztonságban van. Jó. Oké, sem különös. Jó, hát... Nincs semmi különös itt. TP. Jó. Mi ez a scale? Ez nem tudom, itthon vagyunk. Nagyon jó. Értem én, szóval ilyen... ebből lehet valamit csinálni. Mi jó, aranyat azt... melyik chestbe is már elfelejt. Ja, nem. Ja, de ide rakjuk az aranyat. Ide rakok egy üstet. Van még egy Magic Mirror amúgy. Most nézem. Kettő van. Igen, na az aranyat átrakom inkább akkor az értékesbe, mert végül is így már értékes, vagy nem tudom. Viszont nincs több enchantolt aranyalmánk. Az... Baj. Na 33 gyémánt, electric essence. Jó, ki kell pakolni dolgokat. Na jó van, akkor szerintem most lesz az, hogy így megcraftolom az electric stuffokat. Jó, én most lepakolok cuccokat, mert... Mennyi electric essence? 21? Ja. Magic Essence-ből nincs esetleg még több? Magic Essence...
Valamelyik táskámban szerintem van, mindjárt megnézem. Valamelyik táskád még többbe is pakoltál? Ja, nincs. Na, ez már így nem fértett. Ó, itt még van 21 gyémántom, jó, ezt is ide berakom. Mindegy, tudok így 10 electric stuffot craftolni, ami hát rengeteg. Itt is van gyémánt. Hú, nagyon sok gyémánt van itt, na. Sok szemét. Na, ez itt az élet. Ez nem kell, nem kell. Ami most Emerald Shard kell valami. Hát Emerald Shard kell valami. Hát nem hiszem. Jó, akkor ezt ide kidobom. Fire Essence kell. Itt van néhány electric stuff. Ebből mondjuk Dol. Egy hármat felencsantolok, és szerintem te is annyit vagy, amennyi XP-d van, vagy nem tudom. Oké, okay. Hát most az van, nincs ilyen sok Emeraldot megtartom. Vagy, ja, vagy... várj, neked most nincs XP-d egyáltalán. Hát 17 van csak, 17 ja, az mondjuk az abból lehet elég szerintem. Egy kicsire, ja. Nekem is annyi van, nem tudom mennyit fogok tudni. Felencsantolni belőle, de... Igen, és itt ez a Soul Tether nevű enchant, ez olyan, hogyha meghalunk, megtartjuk a bizonyos itemet. Na, olyat két, de azt mire kell rakni a Soul Tether-t? Ezt rárakjuk majd arra a szuper páncélra, amit majd fogunk csinálni a ja. Exical Essence-ekből. Meg azon gondolkodtam, hogy kéne tartani magunknál egy electric staffot, és arra rárakni, szóval ha meghalunk, akkor oda tépézünk, és az ott lesz az inventoringben mindig, és azt mondjuk azt nem használjuk el. Igen, igen, az is igaz. Ez én most felencsantoltam egyet, és ez elvileg, hát hogy most ezt nem fogjuk tudni így elveszteni, vagy nem tudom. Hogyha meghalunk, akkor sem. Szóval egyet próbálj meg így felencsantolni ezzel. A többi az már csak simán. Hol van erre? Egy ilyen kis ládába beleraktam. Mindet. Viszont most... Ó, hogy már itt is van. Ó, hú! Van pár. Jó. Egyet kiveszek. És akkor megencsantolom. Hú, basszus, mennyit craftoltál? De nekem, nem tudom, nem fogyott le a szintem, ahogy az electric staffokat encsantoltam? Valami bugos. Akkor lehet, hogy ezeket lehet encsantolni, anélkül, hogy szintet vesztenénk? Szerintem igen, mert hogy lehet, hogy... Ja, azért, mert lehet, hogy nem kompatibilis a két mód, és emiatt lehet ingyen encsantolni electric staffot. Aha. Akkor szerintem mindent felencsantolom. Hát ez az. Akkor viszont mindegyikre rak Soul Tethert. Jó, raktam Unbreaking 3-at, meg Soul Tethert. De amúgy szerintem a többi se volna, na mindjárt megnézem. De már a többi haszontalan. A többi nem kell. Igen, a többi az igazából nem ér semmit, mert azok ilyen random enchantok. Akkor felencsantolom az összeset. Ez egy ilyen enchantolós rész lesz most. Vagy én nem is tudom. Ó, hát itt nyomogatom el, semmit nem visz fel. Vagy na, semmit nem visz le. Igen. Hát ez nagyon jó. Oké. Okay. Fú, de jó. Én nem is tudtam, mert erre nem is emlékeztem, hogy ez így működik itt. Jó, akkor én igazából a kardomat megencsantolom, hogy gyémánt kardomat jobbra. Mert... Hát én meg, hát az íjamat kéne feljavítani. Vagy nincs még egy légia bobunk? Ó, tényleg a kristál bobomat, csak Power 4-t tud elfelejtettél rakni rá infinit. Aha, arra rakhatnám mondjuk egy infinitit, az igen, igen. Jó lenne. Most nagyon harákolok. Ja, hát nem baj, ilyen ez a betegség. Inkább mint hogy ne legyen rész, vagy nem tudom. Igen, igen, blood. Az a blood az szerintem olyan, hogyha megütsz vele valakit, akkor is sebződik folyton, vagy én nem tudom amúgy, de nem hiszem, igen, hogy hasznos lenne electric stuff. Valószínűleg olyasmi. De majd lesz olyan kard, amire rárakunk mindent. Szerintem egy... Hát egy electric staffot és egy plusz kettőt tartsunk magunknál. És mindegyiken van akkor... Soul Tether. Hú, de nem, azt hiszem nem tudom, elég kettő is, nem? Vagy egy is igazából, vagy nem tudom. Hát legyen, akkor legyen kettő. Mert nekem az egyik mindjárt eltörik, szóval azért lesz nálam három, de nem sokáig. Ja, jó. És akkor igen, ez úgy valóban jó. Egy hajót azt szerintem berakok a backpackbe. Illetve szerintem craftolok fáklyákat. És jó. Utána szerintem megindulhatunk megint. Oké, olyan hexikál lesz ez, és szettet nem kezdünk el craftolni? De, elkezdünk. És ez hogy is van? Hát... nagyon először is craftolunk még egy hexikál gyémántot, amit úgy kell, hogy körbe rakunk így négy darab hexikál eszenszel egy gyémántot. Annyira drága! Aha,
És azt hittem, hogy olcsó. És úgy van, hogy egy hexikágyémet az egy páncél darabra elég, és ugyebár kettőnknek 8 darab kell. Várjál, vegyél ki egy hexikágyémántot, és craftold meg a thieves, T-H-I-F-s. Hát mondjuk a húddal kezdjük, vagy nem, ne, a cipővel kezdjük, és akkor a húddal utoljára.